Puzsér Róbert. Kéne ismerni a vitriolos tollú kritikust, a tévés tehetségkutatók retteget véleményvezérét. Miről szólt ez a dal? Semmiről. Mi volt ez a pusztító alpáriság? Minősíthetetlen volt. A magyar stand-up beteg. Ehhez kell egy állatorvosi ló. Ki más lenne, mint a 400 ezer lájkos kis Ádám? De ki is ő valójában? Rejtőzik-e érző ember a marcon állarc mögött? És állarc egyáltalán a kíméletlen stílus? Most megmutatjuk az igazi Puzsért. Kajászón járunk. Csendes falu a Dunántúlon. Lakóinak hétköznapjait egy bizarr titok szövi át. De erről később, most szaladjunk vissza az időben a 80-as évek elejére. A Puzsér család ekkoriban költözik a kis sváb faluba. Apja tanító és kántor, édesanyja Pulmanné, Orsós Melinda a Kultúrház kórus vezetője. A zene szeretete és művelése gyerekkorától része életének. Bár hősünk még maga is Pulmannéven látta meg a napvilágot, de 1991-ben egy barátja tanácsára Puzsérre magyarosított. A falu déli határában fényűző birtok tárul a szemünk elé. A rácsos kapu mögött egy rejtélyes, titokövezte birodalom sejlik. Lassan összeáll a kép. A birtok gazdája ugyanis nem más, mint, igen, kitalálták, Puzsér Róbert. Ahogy befelé sétálunk, lassan lehull a lepel. A kritikusról ugyanis kevesen tudják, hogy szüleivel alapító tulajdonosa annak a könnyűzenei produkciós irodának, amely mára a piac egyik legfontosabb szereplőjévé vált. Puzsér stábunkat eddig Féltverejtes stúdiójába, a mulató zene boszorkány konyhájába is beengedte. Elsősorban üzletember vagyok, másodsorban producer. A rádiózás, a kritika, meg amivel mostanában szívesen foglalkozom, a stand-up az én számomra hobbi. Érdekes kísérletezgetés, de a nagy pénz manapság a mulatós CD-kben van, és ezt mindenki jól tudja. Éppen a csikók most születtek meg. A Puzsér birtok intézője Gyula már 20 éve áll a család szolgálatában, és további titkokat árult el riporterünknek. Az Istvánot 2006-ban adtuk át, a Ménes minden egyes tagját Angliából hozattuk be. Robert olyan, mint az igazi nagyurak. Télen-nyáron 70 embernek ad munkát a területen. De honnan a fényűző gazdagság? A válasz a mulatós zene. Bármi megdöbbentő, ugyanis a Puzsér birodalom 2009-re megelőzte a nagy riválisokat, és még a válság legsötétebb éveiben is folyamatosan eladási rekordokat döntött. Anna, a Puzsér család hű cselédje meglepő dolgokat mesél gazdájáról. Az uraság adott pénzt az iskoláknak a felújításra, ezért a tornaórák keretében a gyerekek takarítják az istállókat. A volt kultúrház falai között jött létre a stúdiói, naponta találkozhatunk a legnagyobb sztárokkal a faluban. Kik a kedvenceid? Hát a Sógor trió, Jolly és a Vadrózsák, Molnár Janika, de mostanában leginkább a Shanson Boys. Puzsér, aki Fási Ádám legnagyobb riválisa a mulatós piacon, az elkallódott tehetségek felkutatásában hisz. Legújabb kiszemeltje Rafael Tibor, a romantikus volt vagyonőr, az egykori Tiborc és a románcok frontembere, már túl van 13. platina lemezén, most a szlovák piacot készül bevenni. A Robi olyan ember, mintha az apám lenne, pedig én vagyok az idősebb, és hogyha ő nincs, akkor még mindig börtönben lennék. És ő segített a testvéremnek a szívműtétje miatt is. No, ne felejtsük el, hogy azt a műtétet én fizettem, és Istennek hála sikeres volt. És most térjünk vissza a titokra, amelyet riportunk elején említettünk. Robert ugyanis féltve őrzi magánéletét. Felesége Jászmin és három gyermekük, az 5 éves Robika, a 10 esztendős Robi, és a legidősebb, a 16 éves Junior kerülik a nyilvánosságot. Nem tudják szerintem az emberek elképzelni, hogy itthon egyáltalán nem kritikus. Minden gyerekével nagyon kedvesen válik. Robika, pofádat befogod, húzzál innen majd később, jó? Itt, ahol lakunk, itt, ahol élünk, itt szeretnek és tisztelnek engem, és ez az, ami számít. Igazam van, vagy igazam van? Az egész gazdaság a mulatósból van. Ez a büszkeségem. Itt minden egyes tégla egy-egy mulatós CD, és ami a habarcs közte, az a hakni. Jó, kész, meg vagyunk. Takarodjatok vissza dolgozni! Így telnek hát a hétköznapok a festői kajászon, az ország legnagyobb mulatós birodalmában. A középkori földesurak fényűző életét élő lakodalmas király pedig ma este felkerekedik, hogy legkedvesebb hobbiának a tévézésnek hódoljon, ha csak néhány perc erejéig is.